György Péter Esztéta, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, Apám helyett című könyvét mutatták be a kolozsvári Tranzitházban a Korunk Akadémia szervezésében. A könyvbemutatón Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztője, Molcsányi Géza, magvető kiadó igazgatója és Ejem Zsuzsa is részt vett. Magányos és nyilvános gondolkodásra, emlékezésre és emlékeztetésre egyaránt lehetőséget teremt György Péter, magyarországi esztéta, Apám helyett című kötete, amelyet pénteken délután mutattak be a kolozsvári Tranzitházban. A szerzővel Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztője, Sejem Zsuzsa esszéíró, valamint Morcsányi Géza, a könyvet megjelentető magvető kiadó igazgatója beszélgetett. György Péter sajátos hangvételű munkájára tavaly szeptemberben figyelhetett fel a nagy közönség, amikor az Alföld című irodalmi, művészeti és kritikai folyóiratban megjelent az Apám helyett szövegének első része. Amit most mondok, azért megölne az apám, szóval, mert azért megölne. Az egészért nem, hogy... Mert tulajdonképpen az ideológiai gyanúnak, vagy a hermeneutikai gyanúnak a szörnyű módszerét fogom alkalmazni, ami nem fér valakivel szemben. Ugye az a helyzet, hogy az apámnak az volt a problémája, hogy ő magyarnak tekintette magát, így tök reflektálatlanul, vakon és hülyén, és hát mondták neki, hogy kis szívem nem. Tehát ilyen nagyon egyszerűen. Tehát ennél, azt akarnám mondani, ennél rosszabb nem nagyon történhet valakivel, mint hogy a hazája azt mondja neki, hogy te figyelj, te nem. Tehát az a helyzet, hogy nem vagy magyar. Tehát ilyen nagyon egyszerű, ülj föl egy vonatra és menj el. Ez rossz. Ez az embereket nem teszi egzisztenciálisan elégedetté, vagy hogy mondjam. Vagy, tehát mondjuk a gyanútlanság állapotában soha többet nem, vagy csak bonyolult feltételeket. És azért lett kommunista, mert ugye akkor arra gondolt, hogy egy olyan logikai osztályt kell keresnie, ahol ezt a kérdést, hogy ő magyar-e többet nem teszik fel. És a kommunizmus az egyen nagyobb logikai osztály, mint a nemzet, ugye? Ez belátható, mert az emberiséget kívánta szörnyű tanaival boldoggá tenni, részben vagy jócskán reménytelenül. Tehát a zsidók nem azért mentek ez a kommunistának, mert zsidók voltak, hanem mert nem akartak zsidók lenni. És 89 után ez a dolog megdőlt, mert akkor megint lett mindenkinek identitása, és akkor egyszerűen keresett egy másik ugyanolyan logikai osztályt, erre mondom a hermeneutikai gyanú, ami pont olyan nagy volt, mint a kommunizmus, pont olyan aktuális volt, megváltástan volt, tehát mindenféle szempontból zöldnek lenni az érték az ugyanaz. Tehát bejelentjük, hogy az idők vége rettenetes, a forradalmi helyzet, még két műzli szelet nélkül a, értik, tehát ha a vizek kiapadnak, a felhők leszakadnak, tehát értik, minden zöld ideológia az tulajdonképpen egy végítéletnek az előre. Hát gyakorlatilag egy bibliai szövegmagyarázat, semmi egyéb, aminek az a kellemetlensége, vagy hogy egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy azt mondja, hogy nem így van. A könyv több mint családtörténet. A magyar társadalmat ma is érintő problémákat feszegeti, mintegy folytatva a sorstalanságban Kertész Imre által megteremtett magyar nyelvi és retorikai kifejezésmódot. Hangzott el az est folyamán. Választ keres a kérdésre, hogy miért szenved még mindig saját múltja miatt a társadalom. Miért van szükség a nyelv távlatából is a holokauszt, Trianon és a Kádár korszak emlegetésére. Sejem Zsuzsát köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nos, a könyvismertetők azt állítják, hogy elolvassuk György Péter könyvét, akkor megtudhatjuk, hogy hogyan jut el egy magyar keresztény zsidó fiú a bori munkatáborból hosszú élete végére a mai magyar szélsőjobbhoz. Vázolható így a könyv történeti fonala, ha egyáltalán van ilyen? Hát amennyiben ragaszkodunk ahhoz, hogy egy, tehát és akkor ebben belegondoljuk azt, hogy ez az egy talán mi is lehetnénk, akkor igen. Mert ennek a könyvnek nem az a tétje, hogy egyetlen egy individuumnak próbálja meg az élettörténetét elmondani, hanem egy egész társadalomnak a mentalitás történetét vázolja föl. Tehát az alapvető kiindulás az nagyon feszült és különös,
hiszen György Péter, a könyvnek a szerzője, komoly életművet hozott már létre, esztétikai, művészetelméleti, múzeumkritikai, társadalomtörténeti esszék vonatkozásában. Ez egy nagyon személyes könyv, és úgy van megoldva, hogy ő ezt el is mondta, hogy van egy bizonyos Saul Friedlander nevű filozófus, aki filozófus és történész, aki egy idő után megelégelte azt, hogy minden, tehát ő a 20. század történetét vizsgálta, és nagyon fontos volt számára, hogy minden, amit ő elmond, az a maximálisan objektív legyen. És egy idő után rájött, hogy a szubjektív hangoknak az eltitkolása valójában tovább erősíti azt a zsarnoki történet kisajátítást, amely éppen elszakít bennünket attól, hogy a társadalmat aktívan formáljuk. És ez a könyv ez hihetetlenül izgalmas, mert egyik része az társadalomtörténeti esszé. Tehát arról beszél például, hogy Nádas Péternek a párhuzamos történeteke, ami egy döbbenetes könyv, ami egy olyan erotikája van, többen mondjuk csak a második kötetet veszik meg, mert hát olyan nyelvet keres, amire eddig nem találtunk, nem tudtuk, hogy hogyan lehet a társadalmi nyilvánosság előtt, tehát nem a bulvárban, nem a pletykák szintjén beszélni róla. Tehát, hogy például ott van a Nádas párhuzamos történetének egy nagyszerű esztétikai jellemzése, és ott van elejétől végig, és akkor mellé van téve az apának a hátramaradt naplóinak a nagyon szemérmes értelmezése, nem sokat idéz egyébként a naplóból, mondjuk szemben Eszterházy javított kiadásával. Tehát, hogy mondjuk összegezzem a válaszomat erre a nagyon jó és direkt kérdésre, hogy igen, ezt el lehet mondani, de nem úgy, hogy nem az elsődleges kérdés, hogy egy ember hogy jutott el, hanem hogy a magyar társadalom hogy jutott el a nácizmus és a kommunizmus időszakai után egy szélsőséges politikai gondolkodásmód felé. Hogy hogyan engedheti meg azt, hogy ilyen erősen jelen legyen a társadalomban, parlamentben, stb. Nyilvánvalóan, hogy elsőrendűen nem egy teoretikus kérdés felvetés, hiszen az, hogy mit kezdünk az emlékezettel, hogy ennek az emlékmunkának, a travájnak az ügyletei, amiről akár Rikör is beszél, ez egy olyan feladat, amit mondjuk personálisan ki belát vagy bevállal, de hogy egy társadalom esetében, és gondolom, hogy a tétje itt lehet a könyvnek, nem biztos, hogy világos, hogy ezt egyes társadalmak is, főleg a posztkommunista, vagy a kelet-európai régióban ezek a társadalmak ezt elkövették. Igen, nagyon jó, hogy mondja, hogy a kelet-európai régióban, hiszen ezek a kommunistának nevezett diktatúrák, azok, György Péter többször is beszél erről, hogy valamiféle paktumot kötöttek meg, hogy ne beszéljünk az országunknak a második világháborúban játszott szerepéről, és tehát elfelejtem nektek a náci múltatokat, de akkor cserében ti is felejtsétek el, hogy én mekkora zsarnok vagyok, hogy 1956-ot vérbe folytottam, behívtam a szovjet tankokat, stb. Tehát ez az 1957-es május 1-jei nagy felvonulás, amikor ott van Budapesten a több millió ember a felszabadulásnak nevezett téren, és megköti ezt a paktumot, tehát hogy valójában a felejtésre épül az a 40 év diktatúra. Tudjuk, hogy a történelemről csak az állam beszélhetett, egyetlen hivatalos narratíva van, és azt nagyjából a saját érdekei és fantáziája szerint alakítja. Tehát az a történelem se nem objektív, se nem tükrözi a történelmi különféle narratívákat. Tehát itt, és főként az, hogy a személy, az teljes mértékben, tehát hogyha Rikört idézi, tehát az, hogy az emlékezett kultúra, az azért fontos, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy részesei van, vagyunk a társadalomnak, tehát nem valami fölöttünk lévő erő az, ami ezeket a helyzeteket befolyásolja. Most pont ebben van a tétje az ilyen jellegű munkáknak, és nagyon kevés egyébként ilyen jellegű munka van, mert nem mondhatjuk azt, hogy ez egy regény, mint mondjuk, ami nagyon átszövi egyébként ezt a könyvet Prusznak az eltűnt idő nyomában, tehát ami a kimondottan az emlékezetnek ez a mozgását próbálja megragadni, hogy hogyan a szubjektum, hogyan lesz kész abból, ahogy emlékei vannak, tehát attól vagyok én valaki csoda, hogy el tudom mondani a történetemet, tehát ez a narratív identitás fogalom. Na most, de itt ennek nem csak az individuum konstrukciója a tétje, mint ezelőtt 100 évvel a Prusti regénynek, amely egy elit szöveg. Ennek a könyvnek a tétje a társadalom
közbeszédjének az alakítása, ahogy ezen a péntek esti tranzitházbeli bemutatón György Péter mondta, Kastoriadisnak van ez a fogalma, hogy a társadalmi fantázia, ez gyönyörű szép. Tehát, hogy a társadalmi fantáziánkban legyen helye annak, hogy el tudja mondani az az ember is a történetét, akinek a történetét egyébként egyetlen bulvár sajtó nem lesz kíváncsi rá, mert nem éppen egy olyan népszerű. Tehát, hogy azok is hangot kapjanak, akik egyébként ki vannak szorítva ebből a társadalmi közbeszédből, és ez a társadalmi fantáziának a tere. És ugye ebben az elmondásban fölismerjük a felejtésnek a szerepét. Pontosan. Tehát itt a felejtés, vagy felejtetés, tehát az, hogy milyen helyeken járunk, itt György Péternek ez a múzeumokra vonatkozó munkássága, vagy az urbanisztikára, tehát az, hogy minden egyes tér, amelyet bejárunk, bizonyos jeleket hordoz. De itt lehetne mondjuk Mésző Miklósnak a hihetetlenül izgalmas 70-es évekbeli regényeire, különösen a filmre hivatkozni, ahol a mostani Moszkva téren csosszok két öreg ember, és közben pedig az 1912-es eseményekkel érintkezik, vagy akár az 1945-ös, amit Tarbéla a Werkmeister harmóniákban meg is filmesített, amikor egy zsidó beteg otthonba kiviszik hordágyokon a 1945. január 30-án az embereket, leteszik a földre és legéppuskázzák őket. Na most ennek valamelyest feldolgozása jelenik meg a Tarbéla Werkmeister harmóniákban. Tehát az, hogy ahol mi járunk, nem is tudjuk, hogy mi történt azon a helyszínen. Tehát mondjuk azt, hogy elképzeljük, hogy beszélgetés előtt ebben a térben benne van mindaz, ami korábban elhangzott, és nem csak ami ebben az órában, hanem ami ezelőtt 500, és tehát, hogy mit tudom én, 5 éve vagy 500 műsorral ezelőtt is. És ettől válik az ember egy kicsit többé, mint az, ami abból a pillanatnyiságból következne. Most egy picit így visszakanyarodnánk az irodalomtörténethez. Mennyire írható be az apa regényeknek, hát nem mondom azt, hogy sorába, de legalább kettőt említhetünk, és itt hozott is egy kötetet, Eszterházy Péter javított kiadás az egyik, a másik pedig talán a Sorstalanság. Igen, én most ezt hoztam el, de az apa regény Eszterházynak az a Harmonia Celestis. Ez pedig hasonló társadalmi tétje van, mint György Péter Apám helyett című könyvének, mert ez a javított kiadás, ez rá a Harmonia Celestis nagy regény után 2 évvel jelenik meg, és ennek semmiféle, tehát nincs is köze a regény műfajához. Eszterházy nagyon sok munkát öl abba, hogy eltávolítsa ezt a könyvet mindenféle poétikai effektustól, tehát én azt mondom, hogy depoetizálja a szöveget, tehát az a lényeg, hogy derüljön ki, hogy milyen nyers, brutális egy zsarnoki rendszer, hiszen ez a regény a beszervezett Eszterházy Mátyás grófnak a jelentéseit tartalmazza. Na most a Sorstalanság arról, mivel György Péter az Apám helyettet Kertész Imrének ajánlja, és hát abban a tekintetben nagyon-nagyon szoros a kapcsolódás, hogy a tétje az hasonló, hogy igen, beszélni kell bizonyos traumákról. A szép élményeinket könnyen meg tudjuk osztani másokkal. Az, amire a társadalmi konvenciók nem terjednek ki, mi több arra terjednek ki a társadalmi konvenciók, hogy ezeket a problémákat ne nevezzük meg, ne beszéljünk róla. Na most, mikor 75-ben megjelenik nagy nehezen néhány év tologatás után, a Magvető Kiadó éppen visszautasítja Kertész Imrének a Sorstalanságát, akkor Kertész fölmondja azt a konszenzust, hogy ne beszéljünk arról, hogy ez a második világháborús történet, a vészkorszak, az nem a zsidóságnak a története, hanem az egy európai történet, és mindannyian benne vagyunk. Tehát ez az, amivel ezt a kapcsolódás megjelenik, hogy nem a másé. Köszönöm szépen a beszélgetést!